Megállj, észak halált hozó szele, jöjj déli szél, mely felgyújtott szerelmünk, fúj végig kertemen, hadd szálljon szerte illata, s virágok közt eszik a kedvesem. Hogy megszabaduljon mindattól, ami akadályozhatná jegyesével való egyesülését, a lélek azt kéri, állítsa meg a mindent lehervasztó fagyos szelet, amit a bal sarokban látható fekete szárnyú angyal jelképez. Parancsoljon a szeretet meleg szelének, amit a jobb sarokban lévő kis angyal szimbolizál, szelével adjon kertjének életet, pompás illatával frissítse fel szerelmesét, aki a virágok között pihen. A jegyes, édes arc kifejezése Emmanuelre, a velünk lévő Istenre utal. Ugyanakkor képileg emlékeztet az olajfák hegyének Krisztusára. Úgy tűnik alszik. Valójában szeme nyitva van. Virraszt. A jegyes lélek mellette áll. Vigasztalja. A lelki szárazság is akadályozhatja a lelket a belső édesség ízlelésében. Ettől tartva és a szárazságot megakadályozandó a lélek két dolgot tesz. Először imával és éber buzgósággal lezárja előle a kaput. Másodszor segítségül hívja a szent lelket, hogy tartsa távol tőle szárazságot, táplálja és növelje a jegyes iránti szeretetét. Gyakoroltassa vele az erényeket. Mindezt azért, hogy Isten fia, az ő jegyese örömet és szeretetet találjon jegyesében, akinek egyetlen vágya van, hogy tetszésére legyen szerelmesének. A dermesztően hideg északi szél letarolja a virágokat és a növényeket. Rájuk rontja, elhervasztja, letöri őket. Mivel a lelki szárazságnak ugyanilyen a hatása, ezért kapta a halált hozó északi szél nevet. Másféle a déli szél. Kellemes, esőt hoz, nyomában kizöldül a fű és a növények, kifestenek a virágok. A lélek számára ez a szél a szent lélek, aki feléleszti és felébreszti akaratát Isten szeretetében. A Szentlélek gyöngét fuvallatában történik a szerető látogatás, amikor Isten fia, a lélek jegyese, magasztos módon közli magát jegyesével. Mint az apostolokra, most itt előbb lelkét küldi el, hogy lakóhelyet készítsen neki a jegyes lélekben.